Isten hozott mindenkit. Folytatni fogjuk ma a sorozatunkat. Katolikus egyházzal, katolicizmussal fogunk foglalkozni ismét, és a katolicizmus szeretőiről fogunk beszélni egy picit. És hogy hogy értem a szeretőket, azt majd mindjárt meg el fogom mondani. De először is a szokásos Galatákhoz írt levél első fejezetének 8-9-es igeverse, viszont ha még magunk, vagy egy mennyből való angyal, vagy Mária, vagy a római katolikus egyház hirdetni is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. És a korintusiakhoz írt első levél 10-es fejezetének 14-es igeverse, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Ugyanis a szeretőket, a címben lévő szeretők, az tulajdonképpen a bálvány imádás. Más valakinek a szeretete, amellett, hogy Isten önmaga szeretetére szólít fel bennünket, és egymás szeretetére szólít fel bennünket, de Isten helyetti mást szeretni, mással foglalkozni, máshoz viszonyulni úgy, mint ahogy nekünk Istenhez kéne viszonyulnunk, ezt értem szeretők alatt, és a katolicizmus rengeteg szeretőt ad, vagy kínál fel az ő tagjainak. Mert hogy jogosan merülhet fel a kérdés, hogyha ott van a Szent Háromság, és ott van Mária, és Mária tulajdonképpen az igazi központi alakja a római katolicizmusnak, akkor a római katolikus templomokban miért nem csak valamiféle Isten oltár, és valamiféle Mária oltár, valami Isten szobor, és van Mária szobor van, hogy képek egyik oldalon lenne szó Máriáról, a bal oldalon, jobb oldalon meg lenne szó Istenről. Miért nem ezt találjuk? Már csak azért is, mert az előző alkalommal Máriával foglalkoztunk, de ha rengeteg idézetet lehetne még hozni, amik elborzasztanának bennünket. Csak egyet szeretnék idehozni, 7. Piusztól, 1805-ben írta ezt a Tanto Studio-ban, hogy bár a mennyben élők imádsága, és itt a szentekre gondol, bizonyosan egyeseket Isten vigyázó szeme elé állíthat, tehát megvan az esélye, hogyha a szent imádkozik, mondja ugye az akkori pápa, hogy akkor esetlegesen sikerül annak a szentnek fölhívni Istennek a figyelmét, vagy felpiszkálnia Istennek annyira a figyelmét, hogy valakit érdemesnek talál Isten, hogy vele foglalkozzon. Tehát előfordulhat az, hogy a szentek imádság is Isten vigyázó szeme elé állíthat valakit, de Mária imái biztosítékot nyújtanak erre anyai jogai miatt. Azaz, mert Máriának anyai jogai vannak, ezért biztos, hogy ő azt az embert, akit ő Isten elé akar hozni, azt Isten elé is tudja hozni. És Isten vigyázó szemei biztosan arra az emberre fognak szegeződni. És folytatódik tovább az idézet, ezért, amikor isteni fia trónjához lép, szószólóként könyörög, szolgáló lányként imádkozik, de anyaként parancsol. Hát ha Máriának anyai parancsoló szava van a mennybe, akkor Jézusnak nincs igazán ellenvetése, vagy nem igazán lehet ellenvetése, mert ha ellenvetése lenne, akkor rossz gyermeknek bizonyulna. És a 10 parancsolatban is benne van, majd nem sokára fogjuk venni a 10 parancsolatot, csak éppen egy másik parancsolat kapcsán, hogy hát tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élhess ugye a földön, amit az Úr ad neked. Tehát, hogy akkor egyből Jézus megszegne egy parancsolatot, ha azt látjuk itt, hogy anyaként parancsol Mária Jézusnak a mennybe, akkor természetesen amit Mária akar, azt ő el fogja érni. És ezt az előző alkalommal olvastuk is, illetve hallottuk, hogy megint csak dogma, ugye a mennybe menetellel kapcsolatos dogma, hogy természetesen a Mária, ha valamit akar, azt el fogja érni. Hát ha ennyire
biztos. Ugye minden megszerz, amit kér, és imádja mindig meghallgatásra tanál, ugye egy másik idézet. Tehát ha ennyire biztos az, amit Mária akar, és Isten az a Mária mellett, aki ezt megteszi, vagy átadja a hatalmat Máriának, aki Krisztusnak a jobbján áll a mennybe, ahogy a előző alkalommal látok a képet, akkor mi szükség van másra? Ha Mária ennyire hatalmas és ennyire hatásos, akkor minek az egyéb jóval hatástalanabb szent, miért van szükség valamilyen szent szoborra, vagy szent valakinek az alakjára, ha annak a teljesítménye, a mennyben nyújtott teljesítménye, a hatása az nem lehet olyan nagy, mint Máriának. Ha már egyszer ezt a rendszert kínálja fel a híveinek a római katolicizmus, akkor minek van szükség szentekre? Illetve miért vannak a szentek? Már a római katolicizmus értelmében vett szentek, nem a Biblia értelmében vett szentek, mert ugye a római katolikus értelmében vett szent, az egészen más, mint a Biblia értelmében vett szent. Ugye ez gyakran felmerül a különböző szektákkal, hogy hasonló szavakat használnak, vagy ugyanazokat a szavakat használják, mint a keresztények, csak éppen egészen mást értenek alatta. Ugyanez a helyzet a római katolicizmussal is. Ugyanazokat a fogalmakat, képeket használják gyakran, mint a keresztények, de egészen más értenek alatta. Tehát miért van ennyi szobor, miért van ennyi szent, illetve ennyi ember, vagy akihez lehet fohászkodni, lehet imádkozni. Vagy éppen angyalok, akikhez lehet imádkozni, fohászkodni. Például a Cselekedetek 17-ben, és majd ezt később fel is fogjuk olvasni, látjuk Pált, amint Athénba sétál, és elborzad, felingereli az, amit lát, mert rengeteg szobrot lát. És rengeteg szentélyt lát, és azt látja, hogy az emberek ezekkel a szobrokkal, ezekkel a szentélyekkel vannak elfoglalva. Nem pedig az igaz Istennel. Tehát, de ha ezt Pál látta, ugye ugyanez köszöntött, ugyanez ezen a területeken, a görög területeken, meg római területeken, meg különböző egyéb területeken lettek keresztények az emberek. És amikor keresztények lettek, ők teljesen elfordultak a szobroktól. De amikor a negyedik században, amint már említettem, és erre újra és újra hivatkozok, a negyedik században, amikor a kereszténység, mert államvallása lett a kereszténység, ezért megérte kereszténynek lenni, ezért az egyik család lefeküdt úgy, mint pogány, majd a másnap fölkelt úgy, mint keresztény. Nem változtattak semmit az életstílusukon, maximum templomba is jártak, de ugyanazokat a különböző dolgokat csinálták, mint előtte, akár a templomba is. Tehát ha addig ők különböző szobroknak, szobrok előtt égettek, vagy vittek ajándékot, továbbra is ugyanezt tették, hiszen az, hogy ők keresztényé váltak, ez bennük semmi változás nem eredményezett. De mivel nagyon sok lett a keresztény, az ilyen névleg keresztény, és ezeket meg akarta tartani az egyház, ami később annak a nyugati része legalábbis lett a római katolikus egyház vagy intézmény, muszáj volt, hogy ezt a pogány vallásosságot valahogy integrálja önmagához. És így lettek a szentek. Így lett ez az egész szobor imádat, és így lettek ezek a különböző segítők. A szentek, akikhez lehet imádkozni. És ezt támogatta, illetve segítette még a római katolikus gyakorlat, illetve a teológia. Például, hogy vannak közbenjárók. Vannak mennyei közbenjárók, és nem csak földi közbenjárók élők, hanem vannak már meghaltak is, akik közbejárhatnak. Vannak védőszentek. És vannak egyéb olyan tanok és gyakorlatok, amikben jól jön, hogy vannak szentek, hogy vannak szobrok. Például ott van a purgatórium. Purgatóriumban, ugye nem foglalkoztunk ezzel kifejezetten,
De láttuk, hogy a purgatóriumban az ott bekerült emberek, bekerült elhunytak, ugye egy katolikus, egy normál katolikus nem tud egyből a mennybe menni, hanem muszáj purgatóriumba szenvednie, bocsánatatlan bűnökért, valahogy ott nekik ki kell égnie belőle a bűnnek, és nem lehet tudni, hogy ez 10 év, 100 év, 800 év, 3 év, mennyi időtartamot fog átölelni az illető rokonának a purgatóriumban eltöltött időszaka, ezért neki ugye arra kötelezett, mint katolikus, hogy megpróbáljon csökkenteni a szenvedésen. Tehát ezért imádkozhat Máriához, imádkozhat Józsefhez, imádkozhat nem tudom én kihez, egy csomó szenthez, mert ahány szenthez imádkozik, mindegyik egy kicsit közben jár, mindenki egy kicsit segít az ő rokonának, gondolják ők természetesen, és így itt sikerül még egy rövidebbé, 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 kevésbé szenvedővé tenni a purgatóriumba eltöltött időszakot. Azt természetesen, azt nem is mondva, hogy rengeteg pénz is kerül a perselyekbe, mert ahogy pénzt is ad, úgy még csökken ugye a fájdalom, meg még csökken az idő, amit eltölt a purgatóriumban az illető, ha ott az a szent előtt, hogy csörren egyet a persely, vagy éppen suhog, mert a papírpénz bekerül a persejbe. Tehát látjuk, hogy ennek anyagi és teológiai indokai vannak, hogy miért kellenek különböző szobrok, a szobrok előtt térdeplők, imazsámolyoknak lenni, meg kis gyűjtő edényeknek lenni, hogy megérje, mert hogy a katolikus egyháznak megéri, a római katolicizmusnak megéri, ha neki vannak szentjei, az neki pénzt hoz, az neki hívőket hoz. Például csak két idézet, ami egyébként a római katolikus nagy katekizmusból van. A Szent Domonkos mondta halálos ágyán, hogy ne sírjatok, hasznosabb leszek számotokra ott, ahová megyek, mint itt, ahol voltam. Tehát azt mondja itt Szent Domonkos, hogy én számotokra nagyobb haszonnal leszek a mennybe, mert több mindent el tudok intézni, több mindent ki tudok járni számotokra a mennybe, mint amit, amikor a munkát én itt a Földön tudtam értetek csinálni. Nem vádolom meg, hogy nem ismeri a Bibliát, egyszerűen nem ismeri a Bibliát. Ez látszik rajta. Aztán az egyik Szent Teréz, Lisiói Szent Teréz azt mondta, hogy mennyországomat azzal akarom tölteni, hogy jót teszek a Földön. Mennyországomat azzal akarom tölteni, hogy jót teszek a Földön. Tehát látjuk, hogy ez van benne az emberekben, a katolikus emberekben, hogy az elköltözött szentek azok arra várnak ott, hogy én szóljak hozzájuk, hogy végre ő jót tudjanak tenni, mert ők jót szeretnek tenni, ők hatással akarnak lenni a földi életre, és tudnak is hatással lenni a földi életre, még ha nem is olyan nagy hatással, mint amekkora hatással Mária tud lenni, de mégis tudnak valamekkora hatással lenni, és valamekkora hatással tudnak lenni a purgatóriumban lévő lelkekre is, illetve az ő purgatóriumban eltöltött időszakukra és fájdalmukra, remélhetőleg gondolják ők, hogy pozitív hatással tudnak lenni, azaz enyhíteni tudják a fájdalmat, azaz rövidíteni a purgatóriumba eltöltött időszakot. Tehát ezért igyekeznek minél többet megkeresni, hogy ez az időszak lecsökkenjen. Vagy esetleg az ő mostani, már úgy kerüljenek oda a purgatóriumba, hogy kevesebb legyen a bűnök, ezért imádkoznak, ezért pénzt adnak. És jogosan merülhet fel a kérdés, ha valaki nem egy katolicizmus hátteréből jön, hanem egyszerűen csak rátekint, vagy bemegy egy katolikus templomba, hogy ezek nem ismerik a 10 parancsolatot? Nem ismerik a katolikusok a 10 parancsolatot? Miért merülhet fel az a kérdés? A kérdés azért merülhet fel, hogy nem ismerik a 10 parancsolatot, mert hogy a második parancsolat, azt mondja,
hogy ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben len a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Tehát itt tulajdonképpen a szobor gyártása, a vallási szobrok gyártására és használatára ad tilalmat Isten. Vagy parancsol tilalmat is, hogy vallási célból nem szabad szobrot gyártani. Semmilyen szobrot nem szabad vallási célból gyártani. Ez a második parancsolat? Igen, ez a második parancsolat nekünk. Nekünk, akik nem vagyunk római katolikusok. Egy római katolikusnak nem ez a második parancsolat. A római katolicizmus az egyszerűen azt mondja, ja hoppá, hát mi ezt csináljuk, pont azt csináljuk, ami ellen szól ez a parancsolat, tehát akkor ezt fogjuk és átugorjuk. És a következő számukra a második parancsolat nem a negyedik igeverstől kezdődik, hanem a hetedik igevers. Nem mond ki hiába Istennek az Úrnak nevét. Számukra ez a második parancsolat. Egyszerűen átugornak igeverseket, és azt mondják, hogy hát ez kihúzzák, hogy ez itt nem jó. Ez itt nem ránk vonatkozik. Ez egészen másra vonatkozik. De hogy 10 legyen természetesen, mert ha kihúznak egyet, és nehogy azt gondolja valaki, hogy a zsidók úgy gondolkoztak volna, mint a mert hogy ők is ugye azt mondják, hogy 10 parancsolat, vagy 10 ige. Tehát a zsidók szerinti számozás, az a protestánsok szerinti számozás is. A katolicizmus az, amik azt mondta, hogy hopp, ezt másképp kéne számolni. Mert számunkra ez nem kedvező. Ez lebuktatna bennünket. Ez ellenünk szól. Gondolják a katolikusok, mondanák, és ezzel azt mondják, hogy ne szóljon ellenünk, ne tudjon vádolni bennünket a 10 parancsolat, ezért ezt szépen kivesszük innen ebből a listából. És inkább 17-es verset választották ketté, illetve az utolsó parancsolatot választották ketté, ne kívánt felebarátott házát, ne kívánt feleségét, szolgáját, szolgálányt, ökrét, szamorát, semmit, ami felebarátodé. Azt mondják, hogy na ezt akkor vegyük ketté, és ne kívánt a házát, 9., 10. meg ne kívánt felebarátott feleségét, szolgáját, stb. Nem mintha a házban más lenne, mint a feleség, meg a szolgák. Meg egyéb. Meg ami a felebarátodé. Felebarátod tulajdona. Hogy legyen nekik is 10 parancsolatuk, szépen az utolsót, parancsolatot ketté vették, és így oldották meg. Nagyon egyszerű, nem? Valami nem tetszik, azt eltakarítom az útból, de hogy meglegyen a szám, átrendezem egy kicsit a dolgokat, hogy úgy tűnjön, mintha mindegyik meg lenne. Mintha nekünk is 10 parancsolatunk lenne. Nézzük a szobor kérdést a Bibliában. Az Ószövetséggel kapcsolatban látjuk itt a második parancsolatnál, ez tulajdonképpen az egyik legnagyobb ilyen parancsolat, vagy legfontosabb szakasz tulajdonképpen, hiszen az a 10 parancsolatnak a része. Tehát a 10 parancsolatban látjuk a második parancsolatot, ami direkt a vallási szobrokat tiltja. Mindenféle vallási szobor ábrázolás tilt. Aztán ott van a rézkígyó, ami nem egy vallási szobor ábrázolás volt az Ószövetségben, hanem a nép engedetlen volt Istennek, ezért Isten küldött a népre mérges kígyókat, a mérges kígyók megmarták az embereket, az emberek elkezdtek meghalni, Isten mondta Mózesnek, hogy csinálj egy rézkígyót, szögeld rá egy botra is, és azt mutasd fel, és aki felnéz erre a rézkígyóra, az meg fog menekülni. És tényleg így is lett. De ezután elkezdték ezt a rézkígyót imádni. Azt hitték, vagy úgy fordultak ez a rézkígyóhoz, mintha a rézkígyónak lenne valami hatalma, vagy a rézkígyóra ránézés az mindenkor hozna valami pozitívat. Úgy bántak a rézkígyóval, mint ahogy ma bánnak különböző szentekkel, a katolicizmus.
Az egy másik kérdés, hogy a különböző szentek a katolicizmusban mennyire voltak jók vagy rosszak, ez egy külön történet, ebben most nem fogok belemenni, mert van jó néhány nagyon undorító, Sztálin és Hitler-szerűen gonosz ember a római katolicizmus szentjei között. De ha csak azt nézik, hogy szentek, meg hogy imádkoznak értük, akkor hasonló az egész, mint a rézkígyó. Hiszen ha azt nézzük, hogy, és jó indulaton nézve, ha azt nézzük, hogy Isten ugye embereket használ fel arra, hogy embereken keresztül ő valamilyen szolgálatot végez, ott pedig a rézkígyót használta fel, hogy a rézkígyón keresztül valamiféle szolgálatot végezzen. Egyik esetben sem az illetőtől függött, nem a rézkígyótól függött az, hogy az illető meggyógyul, hanem Istentől függ. Ugyanúgy nálunk is. Mi engedelmesek vagyunk, mi azt tesszük, amit Isten akar, hogy tegyünk, de annak az eredménye Istentől függ. A munka java az Istentől, és annak az eredményessége az Istentől függ. Az Istené. Egyedül ő méltó arra, hogy dicséretet kapjon amiatt, mert valaki például megtér. Lehet, hogy én mondtam el az evangéliumot az illetőnek, vagy én beszélgettem vele, vagy én imádkoztam vele, de az Isteni a dicsőség. Ugyanúgy Isteni a dicsőség, hogyha valaki fölnéz a rézkígyóra és meggyógyul. Ugyanolyan botorság a rézkígyóhoz imádkozni, és a rézkígyóra tekinteni manapság, vagy akár azután az eset után, mert ez egy esetre vonatkozott annak ugye az érvényessége, utána már semmilyen létjogosultsága nem lett volna annak a rézkígyónak, ugyanúgy, amíg mi itt a Földön vagyunk és elérhetőek vagyunk, mint akik Istent képviseljük, és az ő szavát értjük, és igyekszünk őt bemutatni az embereknek, amíg elérhetőek vagyunk, addig van értelmünk. De addig is csak Isten miatt van értelmünk, és utána, miután meghaltunk, utána elmúltunk e föld számára, és ott van az örökké valóság, amit mi is élvezni fogunk, ott már nekünk nagy munkánk nem lesz. Tehát ugyanúgy botorság a rézkígyóhoz imádkozni, vagy bármilyen szoborhoz, bármilyen vallás, bármilyen szobrához, mint amilyen botorság különböző szentekhez imádkozni. De látunk különböző szobrokat az Ószövetségben. És azért látunk, mert hogy az idegen népeknél voltak különböző szobrok, akár házi szobrok, házi szentélyek, amiket megkívántak a zsidók is, az izraeliták, és azt mondták, hogy ilyesmi nekünk is kell. Át is szűrődtek ezért az izraelita gyakorlatba ezek. Különböző áldozóhalmokról olvashatunk, aserákról olvashatunk, bálokról olvashatunk, de rengeteg mindenről olvashatunk, amik átkerültek, és a népi vallásosságban, a folklórban jelen voltak. És ezért egyébként ezek a különböző szobrok, vagyis az összeszobor, jobban mondva, ami vallási szobor volt, az gúnytárgyát képezi a Bibliában. Például ezt olvashatjuk a 115. Zsoltár 3-tól 8-os igeverséig tartó szakaszban, ami Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberik és csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik is, mindazok, akik bennük bíznak. Ugyanezt el lehet a katolicizmusról is mondani. Mert hogy ugyan erre kényszerítik a katolicizmus az ő híveit, az ő követőit. Hogy olyan szobrokhoz beszéljenek, amik nem beszélnek, van szobornak van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall, van óra, de nem szagol, van keze, de nem tapint, van lába, de nem jár. Mert hogy a szent, mert hogy aki, ha normális szent, ha ténylegesen jó keresztény volt, akkor a mennyben van, de fogalma sincs, hogy ki imádkozik, mert sohasem hallotta egyetlen imádkozójának a szavát sem.
az az illető, aki a mennyben van? Soha nem hallotta egyetlen egy szavát sem. Nem tud hozzá szólni sem. Már csak azért sem, mert hogy fogalma sincs, hogy mit akarna az az ember tőlem, nem is hallhatta az ő szavát. Nem a földi különböző emberek dolgaival leszünk elfoglalva a mennyben. Oda kerülünk. Jeremiás 10, 3, 5, 9, 10. Bizony népek bálványai hiába valók, hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mester keze készíti el baltával. Olyanok, mint a madárijesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni. És amint mondtam a 9-es, 10-es, Tarziszból hozott ezüsttel és ufázi arannyal vonják be, mesterember csinálmánya, ötvös kezemunkája, öltözetük kék és piros bíbor, ügyes mesterek munkája valamennyi, de az Úr az igaz Isten, élők Istene, örökkévaló király, háborgásától megrendül a föld, nem bírják el bosszús haragját a népek. Látjuk, hogy Isten bosszús haraggal viszonyul az ilyen gondolatos, az ilyen tevékenység felé. Ja, valaki, mint csinál, kivág valamit, megszobor belőle valamilyen alakot, és azt imádják, és azt viszik, és úgy bánnak vele, mintha élne, pedig nincs benne élet, semmilyen élet nincs benne. Az Ézsaiás könyve 44. fejezetében pedig ezt olvashatjuk. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát válasz, amelyet az erdői fálak között nevelt, kőrisfát ültet, amely az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője, vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Isten is csinál belőle, és rebólul előtte bárványszobrot készít, és imádja azt. Felét eltüzeli, ennek a fenél pecsenyét süt, megeszi a húsát, és jól lakik. Közben melegszik, és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A többi fa részéből Isten készít bárványszobrot, leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolj meg, az ember nem tudja, és nem is érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parázsánál, húst is sütöttem, és megettem. A többi részéből utálatos bábán csinálok, és egy fatuskót imádok. Egy fatuskót imádok. Ezt mondja róla Isten, hogy ez tulajdonképpen egy fatuskó. Amit valaki lát a templomban, az egy kőtuskó, vagy egy fatuskó, vagy egyéb, egy élettelen semmi. Egy élettelen semmi. És a szobrokkal való helyes viselkedésnek a példáját láthatjuk a Dániel könyvében. Biztos emlékeztek erre a történetre a három ifjúval, aki Nabukodonozor-nak a nagy arany bálvány szobra előtt nem akart leborulni, és ezt olvashatjuk Dániel könyvének 3. fejezetének 15-ös, 18-os igeversében. Készek vagytok-e, ha most meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját leborulni és hódolni szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedoblak benneteket az izzó tüzes kemencébe, és van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tudná-e benneteket szabadítani? Sadrák, Misák és Abednego így válaszolt a királynak, ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani őt a kezedből, ó király, de ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amit felállítottál. Tehát látjuk, hogy ez a normális reakció. Meglát valaki egy szobrot, egy vallási szobrot. Nem valamiféle nem vallási szobrról van szó, kifejezetten a tíz parancsolatban és kifejezetten vallási célú szobrokról van szó, azoknak a készítés az tilos. És azt mondja, hogy mi semmilyen szobor előtt, nem érdekelnek szobrot, nem borulunk le szobrok előtt. Ez a helyes, normális hozzáállás. Nem véletlen, hogy amikor a 7.-8. században az iszlám terjedt Észak-Afrikában,
keresztény területeken, akkor az ottani keresztények, mivel előtte annyi szobrot már átkereszteltek, a kevésbé keresztények, ugye, vagy megpróbálta a nagy egyház bevonni a saját magáévá tenni ezeket a különböző szobrokat, ők örömmel fogadták az iszlám jövetelét, mivel az iszlám, ahol terjedt, ugye ott a szobroknak levágta a fejét, megszüntette, beszüntette ezeket a vallási tárgyú szoborábrázolásokat. És azt mondták, hogy na végre, végre megszüntetik ezt a Biblia ellenes gondolatot, hogy itt szobrok legyenek körülöttünk. Nem szabadna szobrokat vagy képeket se akár készíteni. Mert ez tilos. Vallási témájú ilyesfajta dolgot készíteni tilos. Ezt látjuk tehát az Ószövetségben. Mit látunk az Új Szövetségben? Hagyjunk oda a cselekedetekhez, az apostolok cselekedetéhez. Már hivatkoztam rá, a 17-es fejezetben van Pálnak a beszéde, amit tart, 15-ös, 16-os igevers. Pál pedig elvitték kísérői, egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timótós minél hamarabb menjen hozzá. Miközben Pál Aténben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálvánnyal. Tele van bálványokkal. 22-es igeverstől 25-ig. Pál ekkor kiállt az Areopagosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látunk titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyéteket, láttam olyan oltárt is, amelynek ez volt a felirata, az ismeretlen Istennek. Aki tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek, az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és a földnek ura, nem lakik emberkéz alkotó templomokban, nem szorul emberkéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Nagyon sok mindent el lehetne mondani ezzel az igeverssel kapcsolatban, de csak azt akarom kiemelni most, hogy háborgott Pálnak a lelke, amikor látta a különböző szobrokat. És azt látta, hogy nem a méltó valakihez fordulnak, nem Istenhez fordulnak ezek az emberek, hanem szobrokhoz fordulnak. Máshoz fordulnak, mint Isten. És itt a más az nagyon fontos. Az 1 Korintus 12.2-ben pedig következőt olvashatjuk. 1 Korintus 12.2. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Mert hogy Korintusban is ugyanaz volt a helyzet, ami egyébként a rengeteg nagyvárosban, Korintus Görögországban is, illetve a Róma Birodalom területén, hogy rengeteg ilyen szobor volt, és az emberek, ahogy Pálnak ott háborgott a lelke Aténba, úgy háboroghatott a lelke Korintusban is, mert ott is ugyanez volt, és ezt is mondja a korintusiakhoz, hogy valami ellenállhatatlan vitt titeket és sodort a néma bálványokhoz. És katolikusokkal beszélve valami hasonlót él át az ember, hogy valami hasonlót mondanak, hogy valami engem visz oda be. Lehet a gyerekkorom, vagy azok a szobrok, vagy tehát visz valami ellenállhatatlanul sodor engem be a templomba, a katolikus templomba. És ez a fura, ellenállhatatlan dolgot látjuk itt is, a pogányságban is, meg a katolicizmusban is, ami egyébként ugyanúgy egy pogányság, csak éppen kereszténység látszata alatt. Azok a pogányok ugyanúgy imádkoztak, és ugyanúgy kérlelték a különböző szobrokat, és a szobrok mögött lévő mítikus alakot, mint ahogy ma a katolikusok kérlelik azokat a különböző szenteket, idézőbetett szenteket, akikről úgy gondolják, hogy ők valamit el tudnak érni. Ugyanaz csinálják. Közben azt látjuk itt is, hogy ha valaki megtér, akkor az egy Istennel kezd el foglalkozni. Akkor egy fókuszú lesz a kérése, és az, akihez ő fordul, az pedig csak egyedül Isten. Ugyanúgy az első korintusi levélben található meg 8-as fejezet 4. igeverse,
ami így hangzik. Ami tehát a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. A sok, ha valaki megtér, a sokból egy lesz. Nem mintha egyé válna, hanem egy valakire fókuszál a keresztény ember. Nem fókuszál különböző dolgokra, hanem az egyre koncentrál, a lényegre koncentrál. Ahogy Efézusban is, Efézus is nagyváros volt, kultikus város volt, és hogyha megint csak az Apcselhez lapozunk, az apostolok cselekedetének, csak most éppen a 19. fejezetéhez lapozunk, akkor ott a 19. versben a következőt látjuk. Azok közül sokan, akik varázslást űztek, összeorták könyvéket, és mindenki szeme láttára elégették, amikor kiszámolták a könyvek értékét, 5000 ezüstpénzre becsülték. Tehát egy hatalmas összegű pénzt szórtak el tulajdonképpen, vagy értékű tárgyakat szórtak el, mert Efézusnak a Efézus vallási turizmusról volt nagyon híres. Az volt neki a főbevételi, egyik főbevételi forrása a kereskedelmen kívül. A vallási turizmus. És ezek a könyvek, amit itt könyvekként vannak említve, ezek is ima lapok. Akár szoborral együtt adott imalapok. És itt tulajdonképpen kis szobrokat, imalapokat, stb. Dobáltak össze, és gyújtottak meg, és égettek föl. És itt az ötvösök, akik különböző kis, megint csak figurákat csináltak, ugye az Artemis templomhoz kötődően, és a meddőséget megelőzően, és az egyéb gyógyulások miatt, vagy ilyen kis szoborként adták el, hogy majd ez segít rajtad. Ők is felháborodtak, mert a keresztények egyszerűen nem akartak ezzel foglalkozni, sőt, ez ellen beszéltek. És Pálékat bíróság elé is rángatták, és ezt olvashatjuk, és itt tulajdonképpen találkozhatunk a pogány Máriával, vagy éppen a katolicizmus Máriájával, ha úgy tetszik, hiszen ez a pogány Mária tulajdonképpen a katolicizmusnak a Máriája, amiről itt olvashatunk. Végére a város jegyzője, 35-ös igevers, lecsendítette a sokaságos is így szólt, efézusi férfiak, van olyan ember, aki ne tudna, hogy az Efézus városa a nagy istennő Artemis templomának is az ő égből leszállt képének az őrzője. Mintha Máriáról beszélne. Mert nagy valószínűséggel, és tudjuk, hogy Artemis szobrok azok egyszerűen át is lettek nevezve Máriává. Szerintem ugyanarról van szó. Ugyanaz folytatódik most is. És egyéb különböző szent és egyéb különböző akkori római különböző félisten vagy isten szobor, az át lett minősítve valamelyik apostollá, Péterré, Pállá, Jánossá, valamilyen szenté, valamilyen ősatyái, ősatyának lett átminősítve, Mózes lett belőle például, és egyéb. Mert mit mond erre a katolikus egyház, a római katolicizmus? Azt mondja erre, hogy hát ezek, amikről itt beszéltem eddig, ezek bálványok. Hát ezek istentelen dolgok. De a mi templomainkban, mondanák ők, ott szentek vannak, ott testvérek vannak, akik egykor éltek, egykor Isten szerették, tisztelték, akik csodát tettek, akiken keresztül Isten csodát tett. Hát az ugyanolyan, mintha én most megkérném a gyülekezetbe, akár a papot, akár a pattársamat, hogy imádkozzon értem, hát ugyanilyen, amikor megkérem őt, hogy imádkozzon, de amikor ezt mondja valaki válaszként erre, vagy ellenvetésként a mi biblikus gondolkozásunkra, akkor hazudik. Mert ők sem ugyanazt az eredményt várják a pattársuknak, vagy akár a papjuknak az imájától, amit egy szent imájától várnak. Egyszerűen hazudnak. Azt hiszik, hogy ott Istennél ők el tudnak valamit érni. Hogy a szent az valaki sokkal nagyobb. A Biblia nincs ellene, hogy én megkérjem az egyik gyülekezeti tagot, hogy imádkozzon, értem. Hogy imádkozzunk, esedezzünk együtt. De az ellen már igenis ellene van, hogy egy halott valakit kérjek meg, egyfajta halott idézésszerűen,
hogy imád, jöjjön segítségre, mert imádkozzon értem. Az első zsinat, amelyiket látunk az apostolok cselekedetében összegyűlni, az első zsinatnak az első rendelkezése a bárvány a bárványok elleni rendelkezés. Az apostolok cselekedete 15. fejezetének 19-es 20-os versét olvasom. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, rendeljünk el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, parázasságtól, megfulladtától, vértől. A legfontosabb ebből a négyből, még a parázasság előtt is fontos, a bálvány okozta tisztátalanság. Azaz valaki, és ez az Istennel kapcsolatos rész itt ebből a négyből tulajdonképpen, mert ez az Isten ellen szól. Ha valaki máshoz fordult, mint Istenhez, akkor egy bárványhoz fordultam. Ez a legfontosabb ebben a rendelkezésben, amit a pogányok felé mond itt ki az első zsinat. De mi lehet a bárvány? Mi a bárvány? Mikor követel valaki bárványimádást? Akkor, amikor Isten dicsőségét megrabolja. Például valakinek olyan képességet tulajdonít, ami csak Istené lehet. És láttuk már, hogy Máriához rengeteg olyan képességet tulajdonít a katolicizmus, ami csak Istent illeti meg. De egyéb különböző szobornak vagy szentnek, akit oda tesz, akit oda nyom a katolicizmus a templomba érkező elé, hogy na itt van, imádkozzál hozzá, mert ő tehet érted valamit. Ezzel azt hazudja, Isten káromló módon azt hazudja a katolikus egyház, hogy az, amit te ott csinálsz, azzal a szenttel, az most neked majd valami jót fog tenni. Holott nem tesz neki semmi jót, kárára van az illetőnek, ha azt csinálja, amire az egyház őt rá akarja kényszeríteni. Mert az az illető, az nem hallja azt az imádságot. Az az illető, az nem tud segíteni. Mert hogy azt mondja a katolicizmus, hogy az a szobor, illetve az az ember, aki a mennyben van talán, és a szobor képében van ott, ha imádkozol ahhoz az illetőhöz, ott annál a szobornál, akkor ő valami különleges módon tud téged segíteni. Isten egyedül az, akit segítségül lehet hívni. Hiszen Jézus Isten mondja azt, hogy hív engem segítségül a nyomorúság idején, és én megsegítelek, és te majd magasztalsz engem. Ő egyedül az, aki képes segíteni. Más nem is érdemes segítségül hívni, de nem csak, hogy nem érdemes segítségül hívni, hanem Isten elleni vétek bárki más is segítségül hívni. Mert azzal, hogy én más segítségül hívok, azt mondom, hogy Isten, a te segítséged, az nem ér annyit, mint annak az embernek, vagy annak a valakinek a segítsége, akit én segítségül. Én inkább azt az illetőt választom, hogy ő segítsen nekem, mint hogy téged választanálak, hogy te segítsél engem. Úgy tünteti fel a katolicizmus, hogy az a szobor, illetve az a szent, az meghallgat. Már mondtam, hogy a szent az nem fog meghallani. Ha bárki, akár bármelyik szent a mennyben van, vagy mennyben megy, az nem fog semmit tudni, semmit nem fog hallani abból, ami itt a földön zajlik. Vagy hogy esetleg meggyógyít majd az a szent. Hát nem tud gyógyítani a mennyből. Egyedül Isten képes természetfeletti csodát tenni. Egy ember se volt képes egyetlen egy természetfeletti csodát sem tenni, csak egyedül Isten. És természetesen, mivel nem tud hallani sem az a szobor, meg az a szent, meg bármilyen istenség, Isten az Istenen kívül, nem tud válaszolni sem. Ezért, ha Isten helyett bárki máshoz fordulunk, az tulajdonképpen bálvány imádás. Ha bárki máshoz fordulunk Isten helyett, az bálványimádás. És ebben természetesen benn van Mária, az összes szentek, a pápa, nem tudom, mindenki,
ha valaki másban reménykedem, valaki máshoz fordulok, hogy ő járjon közbe értem, az bálványimádás. De mit okoz ez egyébként? Ha sikerül, ha az arra, amire megkértem azt az illetőt, vagy ott a templomban, ott a szobornál imádkoztam, az teljesül, akkor mi fog az ember fejében lenni? Az, hogy ja, imádkoztam a Lukácshoz, vagy imádkoztam Szent Terézhez, vagy imádkoztam Máriához, és meggyógyultam. Hogy imádkoztam, és átmentem a vizsgán, tehát hozzáérdemes imádkozni, mert ő tud valamit. Nem Isten lesz dicsérve, hanem az illető lesz, az a szent lesz dicsérve, az a szobor lesz dicsérve. Hogy ez a különleges szobor, hiszen látjuk, tudjuk, hogy vannak különleges Mária szobrok is, a fekete Mária szobor például. Ami sokkal különlegesebb, mint egy másik Mária szobor. És vannak különböző egyéb szent szobrok is, amik különleges hatóerővel bírnak a római katolicizmuson belül. De a kérdés, hogy tényleg tud valamit is csinálni az a hely, az a szobor. Tényleg annyian ugye mennek Medjugorjébe, milliónyian mennek Lourdesba, mennek ide-oda, különböző helyekre, mert oda mennek, ott az a szentelt víz, ott a nem tudom micsoda, az majd meg fog gyógyítani. Miért történik akkor gyógyulás ezeken a helyeken? Miért válaszolja meg úgy tűnik az a szent, vagy a szenten keresztül Isten azt, amit kérünk? Amit nem Istenhez közvetlenül megy az illető, hanem a szenthez, vagy a szenten keresztül megy az illető, akkor Isten ezt miért válaszolja meg? Vagy miért tudja azt a szent teljesíteni? Két megoldás van. Két lehetséges dolog van. Az első, hogy egyébként is megtörtént volna. Valaki imádkozik Szent Ritához a vizsgája előtt, a vizsgája sikeres. És lehet, hogy az illető azt mondja, na akkor továbbra is Szent Ritához imádkozom, mert bejött. Sikerült a vizsgám. De lehet, hogy ha nem imádkozik Szent Ritához a vizsgája, akkor is sikerült volna, hiszen tanult. Hiszen úgy Isten úgy teremtett meg bennünket, főleg, hogy fiatal korba, emlékezzünk arra, amit hallunk, hogy tudjunk normálisan tanulni, tudjunk normálisan visszaadni dolgokat. Idős korban ez egyre rosszabbul működik ez a képességünk, de van, Isten által így vagyunk teremtve. Tehát ha valakinek megköszönhetjük minden vizsga után, hogy emlékeztünk arra a dologra, vagy eszünkbe jutott valami, az azért van, mert Isten így alkotta meg az agyunkat, vagy éppen ő közvetlenül szólt, és közvetlenül jutatott valamit az eszünkbe. De ez tehát valamennyire természetes dolog, ami egyébként is bekövetkezett volna. Vagy egy operáció előtt egyébként is a Isten adott elég tudományt az orvosoknak, és az orvos egyébként is ugyanúgy jól megoperálja azt a beteget, aki imádkozik, meg ugyanúgy jól megoperálja azt a beteget, aki nem imádkozik Szent Lukácshoz mondjuk. És az egyik azt mondja, hogy na, Szent Lukács segítsége nem is ilyetett, a másiknak azt mondja, hogy az orvos jól dolgozott. Tehát van egy csomó olyan, ami természetes módon működik, és természetes módon sikerülne az a dolog, amiért valaki imádkozott. De mi van a második eshetőséggel, amikor mindenképpen természetfeletti dolog történt? Amikor mással nem lehet magyarázni, csak természetfeletti eseménnyel. Erre is van válasza a Bibliának, az pedig a Mózes 5. könyvében található. Mózes 5. könyve, a második törvénykönyv, 13. fejezetében. 13. fejezet, 2-tól 6. igeverséig tartó igeszakasz így hangzik. A proféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked,
és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor ne hallgass annak a profétának a beszédére, vagy arra az államlátóra, mert csak próbára tesz benneteket, isteneteket az Istenetek az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e isteneteket az Urat. Az Urat, a te isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok. Annak a profétának, és annak az államlátónak pedig meg kell halnia, mert el akart téríteni istenetektől, az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptomból, stb. Stb. Aki megváltott és megtérített benneteket. Tehát látjuk itt is azt, hogy Isten elítéli azt, hogyha valaki, még hogyha imádkozik is, vagy hogyha valaki ráveszi is, katolicizmus ráveszi arra, hogy Máriahoz imádkozzon, de utána pedig, és azt mondja, hogy na látod, hát teljesült ez a dolog. Ugyanúgy, tulajdonképpen ugyanaz történt, mert ugyanannyit érne az egész Máriahoz való ünga, mintha valaki menne egy Buddha szobrot és a hasát cirógatná Buddhának, ugyanannyit ér és imádkozna Buddhához, ugyanannyit ér Máriahoz imádkozni, Márhoz imádkozni még talán nagyobb sértés Isten ellen, hiszen Biblia alakhoz imádkozik, valakit, aki a Bibliában azt mutatja meg, nem biblikus fényben az illető, vagy fordul hozzá nem biblikus módon, mert Buddhához lehet fordulni, Buddha egy Biblián kívüli valaki volt, egy egyszerű ember volt. Mária is egyszerű ember volt, csak a katolicizmus nem egyszerű emberként akar őt bemutatni. És ezzel sokkal nagyobb bűnt követel a Máriahoz imádkozó, mint a Buddhához imádkozó valaki. És mivel itt ítéletet is mond, az ige ítéletet is mond Isten, hogy halállal lakoljon tulajdonképpen az az ítélete, ezért nekünk is, ahogy Pál, a lelke háborgott, amikor szobrokat látott, vallási szobrokat látott, akkor nekünk is a lelkünk háborogni kell, hogy háborogjon, amikor vallási ábrázolásokat, vallási szobrokat látunk. Mert hogy Isten gyalázza az egész, és Krisztus portlék akar lenni, azaz antikrisztusi az egész rendszer. Ezért is nagyon fontos figyelembe venni János első levelének az utolsó igeverseit. És mert az utolsó igeversek, ezért János különösen is hangsúlyozza ezeket. Különösen is azt akarja, hogy emlékezzenek, bevésődjenek ezek az igeversek. És ezt így olvashatjuk János első levele 5. fejezetén 18-as igeverse. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, vigyáz magára, és gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban, ő az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekém, őrizkedjetek a bálványoktól. Krisztusról beszél, hogy ő az egy, ő az igaz, hogy ezt mi tudjuk, hogy tőle vagyunk, benne vagyunk, eljött az Isten fia, képességet adott nekünk, hogy felismerik az igazat. Hát akkor ne törődjetek a bálványokkal, ne törődjetek semmi mással, csak vele, törődjetek a fiúval, törődjetek Istennel. Őrizkedjetek a bálványoktól, vagy ha ismerte volna a katolicizmust, akkor lehet, hogy ide érte, hogy őrizkedjetek a katolicizmustól. Mert tulajdonképpen ez ugyanazt jelenti. Már János tulajdonképpen ténylegesen azt mondja, alkalmazva a mai vallási helyzetre, hogy őrizkedjetek a katolicizmustól. Ha egy ember megtér, ha egy ember keresztény lesz, akkor az addigi zaj, amiben élte az ő életét, a különböző világi vágyakkal, a különböző bálványokkal,
különböző babonákkal, ez mind eltűnik, mert Isten fog legjobban fényeskedni, sőt, más fényt, más gyönyörűséget nem is fog maga előtt látni, csak egyedül Istent. Ezért mondja azt, hogy gyermekém, őrizkedjetek a bálványoktól, őrizkedjetek a katolicizmustól, őrizkedjetek azoktól a vallási csoportoktól, vagy vagy olyan fajta vallásosságtól, amiben más is van, ami az Istennek, Isten mellé oda tesznek valami mást is. Még ha azt mondják, hogy de van Isten, de itt van ez a valaki, őt is kell nagyon tisztelni, ő 10%-ban ott van Isten, mert Isten 90%, vagy akár 100%, de az az illető ott van 10%-ban, vagy 2%-ban, vagy mint Mária éppen 120%-ban ott van. Őrizkedjünk az ilyen hozzáállástól. És megnézhetjük mi is az életünket. Mert valószínűleg a legenyhébb formáját úgymond, idézőjelbe téve, enyhébb formáját idézőjelbe. Mi is elkövetjük a bálványimádásnak. Hiszen Isten megvásárolta, a tettével megvásárolta a mi életünket. Nem a sajátunké vagyunk, hanem Istené vagyunk. Ezért az én életem, az én időm, az Istennek az élete, az Istennek az ideje. Ezért, ha azt a magam dicsőségére akarom használni, akkor tulajdonképpen Istent rabolom meg. Tehát bálványimádást követek el. Ezt általában még a keresztények is, még a legjobb keresztény is nagyon sokszor, vagy időnként legalábbis el szokta követni, vagy ebbe a fajta bálványimádásba a saját magam, saját időm, a saját lényem, saját egóm imádásába beleesik az illető. Ettől igyekszünk megszabadulni, de valószínűleg egész életünk végig nem fogunk megszabadulni. De itt van ez a fajta bárványimádás, amikor nem Isten, hanem egyéb vallási különböző személyek is bejönnek Isten helyére, Isten fényét megpróbálják el gyengíteni, meggyengíteni. Amit látunk abszolút a katolicizmusban, és látunk egyéb különböző helyeken is, csak most éppen a katolicizmus a témánk. Óvakodjunk ezektől. És lássuk meg azokat az embereket, akik ebbe benn vannak, akik továbbra is nem tudják, hogy miért, de vonzódnak, ahogy az igében olvassuk, vonzódnak ezekhez a bálványokhoz. Tudjunk megindulni rajtuk. Visszagondoltunk arra, biztos vannak közöttetek is, akik katolikus háttérből vannak, hogy milyen volt az abban a rendszerben lenni, és milyen nagy szabadság az, amit Krisztusban meg tudunk élni. Hogy végre csak Isten az, akihez megyünk. Mert ő azt mondta, hogy én az enyém vagy, én féltőn szerető Isten vagyok. És milyen ennek a féltő szerető Istennek azt látni? Hogyha valaki azt mondja, hogy Istenem, a tiéd vagyok, de egyébként meg elfordul és máshoz járkál. Máriához járkál, vagy valamelyik másik szenthez járkál. Szeretőt tart fenn Isten mellett. És Isten pedig tudja, hogy hány szeretőnk van, hány vallási szeretőnk van, hány, milyenféle vallási prostitúció az, amiben valaki éli az életét. És a katolizmus tulajdonképpen az egyik legnagyobb vallási prostitúció, ami létezik. És ha követjük ezt az analógiát, akkor tulajdonképpen úgy láthatunk minden egyes katolikus templomot, mint egy-egy vallási bordélyházat, ahol különböző pótlékok, különböző emberek kínálják fel az ő szolgáltatásukat, ahelyett, hogy az igazihoz mennénk, hogy az igazihoz ragaszkodnánk. De mi ragaszkodjunk az igazihoz, ragaszkodjunk Istenhez. Ki azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtatok, jöjjetek én hozzám. Ő benne lehet nekünk igazi szabadságunk. Ő az egyetlen, aki tud segíteni, aki meg tud hallani, aki közbe tud avatkozni, aki természetfeletti dolgot tud véghez vinni.
Egyedül őt dicsőítsük az életünkkel. Amen.